Nagyon sok szeretettel köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm itt a stúdióban Grúz Rovnyai Mariant, a Szentendrei NKL vezetőedzőit, illetve Kókai Ágnest, a csapat kapusát. Sziasztok! Szia! Köszöntjük a nézőket is! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a beszélgetésre, és egyben gratulálok is az eredményekért. Ugye a Gárdon is, illetve a Lupa Beach-en is nagyon jó eredményeket értetek el. Beszéljünk egy kicsit az agárdi versenyről. Hogy zajlott a felkészülés? Hát a felkészülés az nyilván itt a Covid helyzet miatt is, illetve abból fakadóan, hogy több csapatból játszanak nálunk homokon a játékosok, elég nehézkesen ment. Sokkal tovább tartott ugye a bajnokság is, tehát vannak, akik még június közepén is játszottak. Ugye mi már június elején kiutaztunk a EBT döntőre, oda is egy nagyon érdekes kerettel, mert ugye van, akit a munkahelye, van, aki iskolai elfoglaltság miatt nem tudott külföldre utazni. Úgyhogy a felkészülés az nem volt zökkenőmentes, de igyekeztünk legalább egy héten egyszer, ha nagyon-nagyon jól sikerült, kétszer találkozni edzésen. Ágnes, te mint kapus, hogyan készültél erre az agárdi versenyre? Hát igazából edzéseken készültünk erre, és szerencsére jól sikerült a torna. Tehát neked, mint kapusnak igen nagy szereped van abban, hogy hogyan viselkedik úgymond a csapat, tehát nagyon sok minden áll rajtad. Érzed ezt a felelősséget magadon ilyenkor? Nem, szerintem ez igazából egy csapatjáték, és így összességében minden múlik. És a Lupa verseny az hogyan zajlott? Arról mesélnétek kicsit bővebben. Ugye ez egy EBT torna. Volt egy nemzetközi torna, sok külföldi csapattal. Ez egy háromnapos torna, mert pénteken este elkezdtük a mérkőzéseket. Hát már ott egy kisebb csúszás volt, mert hát milyen az időjárás, egész héten 40 fok ragyogó napsütés, ahogy odaérkeztünk, hogy mérkőzést játszunk, természetesen az eső elkezdett esni. Úgyhogy ilyen 11-12 magasságában végeztünk pénteken, és szombaton még várt ránk 4 mérkőzés, összesen 6 csoport mérkőzésen kellett helytállnunk, nyilván nem csak nekünk, hanem az összes többi csapatnak. Ez azért elég hosszú és fárasztó volt, és azért az időjárás az mind a három napon próbált azért egy kicsit belekavarni ebbe a dologba. És most, hogy ugye megvolt ez a kényszeres bezártság, amit ti is mondatok, hogy ez a Covid időszak, most hogy érzitek így a csapaton azt, hogy sokkal erőteljesebben edzenek, tehát hogy most rá, nektek is szükségetek van arra, hogy kicsit így mozogjatok, sportoljatok, és így ez jobban összekovácsolt most titeket, hogy végre együtt lehettek? Szerintem igen, mindenki örül, hogy lehet edzeni, hogy van strandszezon. Sok fiatal játékosunk is van, ők is nagyon meg szeretnék mutatni, és meg is tudják mutatni, hogy mit tudnak. Úgyhogy szerintem igen. Ugye minden ilyen egy nehéz időszakon vagyunk túl, meg volt ez a kényszeres bezártság, ez a Covid időszak, és most ugye az embereknek így szükségük van egymásra is, újra kiszabadultak, és az az életérzés azért nagyon sok mindenkiben benne van. De hogy érzed így a csapatban, hogy szükségetek van egymásra, és ez fellendít titeket, hogy végre újra együtt edzhettek? Igen, szerintem ennek mindenki nagyon örül, hogy újra edzhetünk, és hogy van strandszezon, és próbálunk minél jobb eredményeket elérni, és azért küzdeni, hajtani, edzeni. Nyilván ez mindenkinek egy nehéz időszak volt, bár én azt gondolom, hogy mi még szerencsések vagyunk, hiszen a terem szezon, ha utánpótlás szinten nem is, de felnőtt szinten azért folytatódott, és azért nagyon sok utánpótláskorú játékos játszik például nálunk is már a felnőtt csapatba, de azért ez egy teljesen más életérzés, amikor kimegyünk a homokra, süt a nap, szól a zene, és az emberben azért tényleg van egy olyan felszabadultság, egy olyan vidámság, és én úgy gondolom, hogy itt a legtöbb csapat homokon olyan, hogy egy jó baráti közösség, ez szerintem ránk is igaz, még akkor is, hogyha nagyon nagy korkülönbségek is vannak akár csapaton belül, tehát akár 10-12 éves korkülönbségek is, de szerintem ennek pont ez a szépsége, hogy a fiatalok tudnak menni a kicsit idősebbek után, hát idősebbekről nem beszéltünk, mert nincs 30 év fölötti játékosunk, inkább mondom úgy, hogy rutinosabb játékosok után. Akkor beszéljünk egy kicsit az utánpótlásról. Hogyan néznek ki? Tehát, hogy vannak most jelentkezők, vagy készítitek fel az új csapatokat esetleg versenyekre? Hát új csapatokat nem készítünk fel. Az az igazság, hogy nagyon nehéz a fiatalokat nyáron mozgatni, még ősszel is, tavasszal, télen is. Elég sok az elfoglaltságuk, és nyilván, ahogy
beszéltünk is róla, most mindenki kicsit kiszabadult ebből a bezártságból, és ez a családokra is igaz, illetve a baráti társaságokra is, nyilván ottól már kamaszkorú fiatalokról beszélünk, tehát mindenki azért szeretne a saját kis családjával, a saját kis baráti társaságával, de vannak lelkes fiatalok, 4-5-en, akik csatlakoznak a mostani kerethez, és folyamatosan ott vannak az edzéseken, és bízunk benne, hogy megfelelően fognak fejlődni. És hogyan néznek ki az edzések? Egy nap például mivel melegítettek be, hogyan készültek egy ilyen versenyre, úgymond? A bemelegítések az van, amikor általános bemelegítés van, amikor játékosabb, ez változó, hogy milyen bemelegítés van, és az edzése mindig gyakorlunk a következő hétvégére mindenféle felállásban. És hogy néz ki, minden hétre van valamilyen versenyetek, vagy akár ilyen házi mérkőzés? Hát most az elkövetkezendő egy hónapban 4 tornán fogunk részt venni, úgyhogy egy szabad hétvége lesz, de ugye mindenki megkezdi most már a terembe is a felkészülést 1-2 héten belül, úgyhogy eléggé erőltetett menet lesz, de bízunk benne, hogy jól fog sikerülni. És ugye itt nem csak teremben vannak versenyeitek, hanem pont mint ugye a Lupa strandon, tehát strandkézi is. Van valami különbség esetleg, hogy most ti strandkézi labda versenyre készültök, tehát mondjuk fel kell készülni külön a terepre, és akkor mondjuk máshol edzettek, vagy csak teremben? Hát homokon edzünk a strandkézi labda mérkőzésekre, és nyilván a terem mérkőzésekre meg terembe, de ugye mivel, hogy strandon meg homokon is versenyez a csapat, tehát például, ha elmegyünk egy edzőtáborba ebbe az időszakba, akkor általában az egyik edzés teremben van, a másik homokon van, és akkor készülünk mind a kettőre. Most egyelőre még a strand kézilabda van fókuszba, és az, hogy a nemzetközi versenyeken el tudjunk indulni, és olyan eredményt tudjunk elérni, akár a magyar bajnoki döntőn, hogy kijuthassunk a bajnokok kupájára, vagy az EBT sorozatba tudjunk annyi pontot gyűjteni, hogy a jövő májusi vagy júniusi EBT döntőn tudjunk szerepelni. De hát ugye 20-ai hétvége után letesszük a strandkézilabdát, és 3 hét múlva kezdődik a terem szezon, úgyhogy muszáj mind a kettőre odafigyelnünk, és muszáj mind a kettőre készülnünk. És ilyen versenyek alkalmával titeket mi motivál, mint csapatot? Inkább az, hogy nyerhettek, vagy az, hogy részt vehettek az ilyen versenyeken, megmérettetéseken? Hát inkább az, hogy nyerjünk. Már oda kerültünk, akkor inkább minél fényesebb éremért játszhassunk. És így a csapatmunka, az így, tehát érezni meg igazából, ez így össze is kovácsol titeket minden egyes ilyen verseny ezek szerint. Igen, próbáljuk egymást azért motiválni, hajtani, de szerintem igazából ez meg is van a csapatban. És mi az, amivel még tudjátok egymást motiválni, mert volt szó ezekről az edzőtáborokról, vagy van még bármi ilyesmi, amivel még előrébb tud jutni ez a csapat? Hát elég sokat szoktunk együtt lenni, tehát mondjuk egy torna alkalmával nálunk az nem jellemző, hogy mindenki elmegy valahova, és akkor ott külön van, hanem általában együtt vagyunk, vannak szülők, akik hoznak ki sátrat, és akkor oda be tudunk telepedni, akkor sütögetnek az anyukák, akkor hoznak sütit, általában minden mérkőzés előtt táncolnak a lányok, énekelnek a lányok, ha lehetőségünk van rá, és ott alvós a torna, akkor biztos, hogy este összeülünk, és egy kicsit beszélgetünk. Ha van olyan lehetőség, hogy ki lehet menni szórakozni, akkor nyilván azzal is élünk. Tehát próbálunk azért minél vidámabban megélni ezeket a napokat, ezeket a tornákat, hiszen hát ez a lényege a sportnak, hogy jókedvűen, játékosan fogjuk fel az egészet. Ez mind a két verseny, tehát az Agárdi is, meg ugye amit a Lupastrandon nyertetek, az mind a kettő azért egy elég nagy elismerés. Hogyan ünnepelt utána a csapat? Hát igazából örült mindenki, olyan nagyon nagy ünneplés nem volt. Ugyanúgy az Agárd után következő héten is edzés volt. Most volt egy nagyon kicsi szünet, de most már edzünk újra. Akkor igazából nektek nincs is megállás, mert ugye versenyről versenyre, utána az az ünneplés, amit ott megéltek, aztán pedig folytatódik tovább az edzés. Hát ez az igazság, hogy egy ilyen tornán ünneplésre nagyon nincs lehetőség, és vasárnap este lesz vége, akkor vannak a döntők, és hát azért hétfőn mindenki elmegy munkába, még az is, aki mondjuk tanul egyetemista, azért nyáron ő is dolgozik egy kicsit, tehát én azt gondolom, hogy
ez a része nem arról szól, mint a profi sportolóknál, hogy hú, hát akkor majd úgyis hazautazunk, meg ráérünk, meg nem csinálunk, de nyilván ott megéljük az örömnek a pillanatait. Ugye a Magyar Kupa győzelem az gondolom, hogy nekünk egy nagyon értékes győzelem volt, és az, hogy itt a Lupa Beach-en ezt a bronzérmet meg tudtuk szerezni, ez nekünk nagyon értékes, annak ellenére, hogy korábban többször is megnyertük ezt a tornát. Most azért egy más kerettel voltunk ott, ugye a két válogatott játékosunk hiányzott, illetve a tavalyi csapatból is meghatározó játékosok sérülés, illetve családi okok miatt hiányzott, tehát mi most megint egy új csapatot építünk, nem új játékosokkal, mert olyanokkal, akik már évek óta itt vannak, csak eddig talán kevesebb lehetőséghez jutottak, és ez egy nagyon jó lehetőség volt a gyakorlás, és azt gondolom, hogy olyan tapasztalatokat szereztek, hogy ehhez becsatlakozik majd a hétvégén a két válogatott játékosunk, akkor azt gondolom, hogy erősebbek leszünk, mint voltunk két héttel ezelőtt. Sajnos először téged kérdeznek. Te mit gondolsz, hogy miben van ennek a csapatnak az ereje? Tehát mi az, ami főleg így összetart titeket? Hát szerintem azért már évek óta a csapat nagy része azért egyben van, és így ez. Marian, te mint edző? Nem szeretem ezeket a típusú közhelyeket, hogy egy csapat egy család, de itt strand kézilabdában ez a legtöbb csapatra igaz. Tehát általában itt úgy alakulnak ki a csapatok, hogy egy baráti társaság azért elkezd együtt játszani, mert szeretnek együtt lenni, és jól érzik magukat együtt, és én azt gondolom, hogy az összes csapatra, aki itt a magyar bajnokságban szerepel, ez jellemző, de egyébként ez a külföldi csapatoknál is igaz, tehát a sokszoros EBT győztes spanyol csapat, az is egy nagyon-nagyon egységes, baráti kis magra épül, és akkor nyilván ők is fiatalabbakat hoznak be, és ez ugyanúgy igaz minden csapatra. Tehát ez nem úgy van, mint általában a teremcsapatban, hogy képességre odahoznak egy játékost, mert ő majd hasznára lesz a csapatnak, hanem egyszerűen valahogy a csapat alakítja magát. Nyilván mi nagyon sok mindenen mentünk keresztül az elmúlt 12-13 évben, sokat sírtunk, sokat nevettünk. Nekünk a tavalyi szezon az egy nagyon csodálatos szezon volt. Ott tényleg az volt, amikor kiszabadultunk ebből a pandémiából, hogy úristen, sportoltunk. Ugye akkor lezárták a bajnokságokat, nem tudtuk, hogy lesz-e egyáltalán lehetőségünk. Külföldre nem lehetett menni. Tehát itt nekünk ez a magyar bajnokság volt a mi kis paradicsomunk, és mindenki próbálta kielvezni minden egyes pillanatát, és látszott is a játékosokon az, hogy annyira élvezik, hogy játszhatnak, hogy kézilabdázhatnak, nem csak a mi csapatunkra, igaz, más csapatokra is. Az, hogy most mi jöttünk ki ebből a legjobban, és sikerült megnyernünk a bajnokságot, nyilván ez egy plusz öröm, de én mindig azt mondom, hogy ha harmadikok, negyedikek lettünk volna, ez a tavalyi nyár, akkor is egy hatalmas ajándék volt mindenkinek ebben a helyzetben, főleg úgy, hogy már tudjuk az utána történteket, és próbáljuk ezt a nyarat is ugyanúgy megélni. Nyilván már egyel kevesebben vagyunk, de ettől függetlenül szeretnénk ugyanolyan jól és ugyanolyan sikerekkel megélni ezt a szezont is. Ez nagyon sok sikert kívánok nektek, mindannyiótoknak a versenyekhez és a felkészülésekhez. Nagyon köszönöm szépen. Grúz Rovnyai Mariannak, a Szentendrei NKL vezető edzőjének, és Kúkai Ágnesnek, a csapatkapusának, hogy eljöttetek hozzánk. Mi is köszönjük. Önöknek pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!